iskola elkezdődött, és miről szól a következő időszak a tanulásról. Miről is lehetne szó ma, ha nem egy olyan korképről, ami a tanulási nehézségek egyikéhez tartozik, és egy nagyon rendkívüli webkonferenciának lehetnek a tanúi. Az ADHD, és ami mögötte van a címe, a germán gyógytudomány ismeretével. A germán gyógytudomány egy olyan varázseszköz, bocsássanak meg a kedves hallgatók, hogy én varázseszköznek nevezem, de számomra ez valóban az, egy olyan eszköz, amelyen mindenféle problémát, tünetet meg tudunk érteni, elemezni tudunk, és nem csak megérteni, hanem megoldani is. A megoldáshoz viszont szükséges a germán gyógytudomány alapjainak a megismerése, illetve egy-egy témában való elmélyülés. A mai webkonferencia érdekessége az, hogy kezembe került Rékának egy egyetemi dolgozata, ami az ADHD-ról szólt, erről a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról, és nagy boldogan olvastam, hogy csoportosítva ott vannak a tünetek, meg minden, és van egy nagyon lényeges történelmi bevezetője is, és a különlegessége pontosan az lesz a mai webkonferenciának, hogy egy kis történelmi bevezetővel kezdjük a mai estét, aztán utána a tünetek csokorba kötésével és elemzésével meg fogjuk fejteni, hogy mi is ez a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar. És hogy kareszt idézzem, egy kis műhelytitkot is elárulok, hogy ezt a témát nagyon alaposan körbejártam, és tényleg nagyon sokrétű kutatást végeztem akkor és annó, és Kareszt el is mosolyodott rajta, hogy még jó, hogy nem Arisztotelésztől kezdem, csak az 1900-as évek elejétől. Igen, ez egy nem egy új keletű történet, vagy hogy egy kliséként megmaradt szójáték a lélek, semmi sem új a nap alatt, ugyanis mindig is voltak olyan emberek, akiknek nagy nehézségük akadt a figyelem fenntartásával kapcsolatban, mégis az ADHD szindrómáról nagyon röviden és dióhéjban szeretnék pár gondolatot megosztani önökkel. Mindaz, amit most hallanak, ez jelzem az akadémikus hozzáállás történelmi hátterét jelenti. Az ADHD szindróma elnevezése egy amerikai mozaik szó, ami a figyelemhiányt és hiperaktivitás zavart jelent, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Az ADHD egy fejlődési rendellenességként nevezik meg az akadémikus orvoslásban, amelyet akadémikus elven neurológiai eredetűnek tüntetnek fel. A legtöbb tünete a figyelemzavar, és a kísérő tünetei a hiperaktivitás, a feledékenység, a gyenge impulzuskontroll, és ennek a történetét szeretném önöknek egy pár gondolat erejéig megmutatni. Fontosnak tartom a történelmi körültekintést, és amikor eljutunk arra a pontra, hogy mikor és hogyan kezdődött az ADHD diagnózisnak a kiépítése, ez később fontos elemet, fontos mozzanatot fog tartalmazni. Az ADHD szindróma, vagyis a figyelemhiányos hiperaktív zavar egyik szenvedélyes kutatója George Steele volt, aki még 1902-ben figyelte meg, hogy szinte mindegyik általa vizsgált ADHD-val élő gyereknél voltak előző idegrendszeri betegségre vagy zavarra utaló neurológiai eltérések. Az első világháború befejezése előtt 1917 és 18 között az Amerikai Egyesült Államokban végig söpört egy agyhártyagyulladás. A túlélő gyerekek között gyakori viselkedési és tanulási zavarokat vettek észre. Alfred A. Strauss és Laura E. Leighton, akik mindketten a tanulási nehézségekkel élő gyerekeket figyelték meg, mindkettőjük szerint a figyelemzavart az agy érintett területeinek sérülései hozták létre. Mások recáfoltak azzal, hogy az ADHD akár agyi sérülés nélkül is kialakulhat, megint mások pedig azt figyelték meg, hogy az ADHD nem egy gyermekkori betegség, hanem a felnőttek körében is megtalálható, sőt,
akadémikus nézőpont szerint még örökölhető is. Na aztán. 1937 és 41 között több publikáció is megjelent ebben a témában, mindegyikben az ADHD-val élő gyerekek eredményes kezeléséről számolnak be, amelyhez, kapaszkodjanak meg, amfetamint használtak. Az 1970-es években az egyik legdivatosabb gyermekpszichiátriai téma az ADHD-szindróma volt. Ekkor terjedt el a stimulánsokkal való kezelési módszer is. Korabeli bírálók szerint túl sokféle és túl nagy mennyiségű stimulálószert adagoltak be a gyerekeknek. Talán ez is oda vezethetett, hogy azok az ADHD-val élő gyerekek közül, akik akkor stimulánsokat kezeltek, mára már nagyon kevesen maradtak életben. A 70-es évekről beszélünk, tehát 40-50 éves populáció lenne, ha ezek a gyerekek életben maradtak volna. A témában elkezdtem kutatni, kíváncsi voltam arra, hogy a 70-es években a stimulásokkal való kezelési módszernek vannak-e bármilyen konkrét kimutatott statisztikái, ha már az akadémikus irányvonalat követjük, akkor a statisztikákra tudunk hivatkozni. Persze. De hiteles forrásból nem találtam semmilyen pontos adatot arra vonatkozóan, hogy hányan vannak azok közül a gyerekek közül életben, akiket akkor stimulálószerekkel kezeltek, és ilyen stimulálószereket adagoltak nekik. Vagyis erre kimutatható statisztikai adat nincs. Talán nem véletlenül. Valószínű, hogy ennek is oka van. Hogy miért fontos, miért volt számomra fontos ennek a történelmi hátterét feldolgozni, az igazából csak most következik, hiszen az Amerikai Pszichiátriai Társaság 1987-ben hozott egy döntést, amely során a figyelemhiányos hiperaktív zavart betegségek közé történő besorolását szavazták meg. Egy éven belül csak az Egyesült Amerikai Államokban 500 ezer gyereket diagnosztizáltak figyelemhiányos hiperaktív zavarral. Míg 1989-ben, tehát 2 évre a betegségek közé emelés után, a szövetségi támogatású programokban szereplő összes alkalmatlan gyerek csupán 5%-a volt mentálisan károsult, beleértve az ADHD-s eseteket is, ez 1995-re elérték az értékek azt az emelkedést, amely 25%-kal több ilyen problémával küzdő gyereket mutatott ki. Az ADHD-szindrómával diagnosztizált gyerekek száma 1991-től kezdve ismét fellendült. 1997 végére az ADHD-val besorolt amerikai gyerekek száma aggasztó módon 4,4 millióra emelkedett. Jó Isten! 1990-ben egy szövetségi támogatású program keretében új lehetőség nyílt meg azon családok számára, ahol a gyereket ADHD-val sorolták be. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy család több mint 450 dolláros havi támogatást kaphatott minden ADHD-val diagnosztizált gyerek után. Nem vagyok túl jó matematikából, de talán 450-t be tudunk szorozni 12-vel, és ki tudjuk számolni, hogy egy évben mennyi támogatást kapott egy gyerek után. És ez nem 2020-ban, hanem 90-ben, tehát 30 évvel ezelőtti dollár értékről beszélünk. Na de 91-ben változtattak az állami oktatási segélyekre vonatkozó szabályokon, és innentől kezdve egy évben 400 dollár támogatást biztosítottak annak az iskolának, amelyben ADHD-val diagnosztizált gyerekek vannak, vagyis a 400 dollár per gyerek támogatást kapott maga az iskola is. Akkor mire voltak ők, ezek szerint miben voltak érdekeltek? Hogy minél több ilyen diagnózis jelenjen meg, hát ez természetes. Ugyanebben az évben, 1991-ben a közoktatásügyi minisztérium hivatalosan, kapaszkodjanak meg, fogyatékosságnak minősítette az ADHD-t, és meghagyta az állami oktatási köztisztviselőknek, hogy dolgozzanak ki
egy olyan eljárást, amelynek segítségével kiszűrhetőek és azonosíthatóak az ADHD-s gyerekek, majd biztosítsák számukra a különleges oktatási és pszichológiai szolgáltatásokat. Az ADHD szindróma kezelési módszereit rengetegen támadták, és támadják a mai napig is. Sokan a betegség létezését is megkérdőjelezik. Ugyanis ma sem létezik olyan tudományos vizsgálati eredmény, amely egyértelműen bizonyítaná, hogy a hiperaktivitás betegség lenne, és amely indokolná, hogy a gyerekeket olyan erős, tudatbefolyásoló pszichiátriai szerekkel kellene kezelni, amelyekkel jelenleg is kezelik őket. Érdemes megemlíteni az orvostudományok doktora címmel bíró dr. Lawrence Dillert, aki a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem tudományos kitüntetésében is részesült 1996-ban a 96-os konferencián, aki a következőket írta. Azért nem tudott az ADHD-val kapcsolatban fizikai vagy kémiai rendellenességekre utaló egyértelmű és megerősítő bizonyítékokat tartalmazó cikket és tanulmányokat beszerezni, mert ilyenek nem léteznek. Ifjabb Fred A. Bauchmann, aki 1932-ben született gyermekneurológus, az ő véleménye szerint ez a betegség biztosan nem meghatározható. A témában végzett kutatásaim során, ezek az én személyes kutatásaim, nem találtam olyan egyértelmű, határozott magyarázatot arról, hogy hogyan és miért alakul ki az ADHD szindróma, milyen fizikai vagy biokémiai elváltozások idézik elő, milyen megbízható és a gyakorlatban is működő terápiás módszerek állnak a rendelkezésünkre. Jelzem, mindezt a German gyógytudomány ismerete előtt írtam le, a germán gyógytudománnyal teljesen más fénybe kerül. Jogosan merülhet fel a kérdés ezután, hogy mit tehetünk abban az esetben, ha ismerősünk, családtagunk az ADHD szindróma tünetegyütteseivel rendelkezik, és lássuk azt, hogy mindenképpen van erre is megoldás, hogyha a lényeget, az kiváltó okot megértjük. Hát úgy gondolom, hogy amint azt a Facebook bejegyzésben is leírtam, a germán gyógytudomány rámutat a tünetek mögötti viselkedés változások valós okára. Azokra a fel nem oldott konfliktusokra, amelyek ezt a zavart, és nem ezt a betegséget, ugye, meghatározzák. Ugyanakkor az okok ismeretében már adott a helyzet is a valós megoldásra. Tehát ismerjük meg, hogyan tud segíteni ebben a germán gyógytudomány? Hát nagyon rövid összefoglalót szeretnék most tenni, és hát elnézést kérek azoktól, akik először vannak webkonferencián, utalni fogok arra, hogy bizonyos ismereteket hol lehet pótolni, de ha én mostan velejéig mindenre aprólékosan kitérek, akkor ez a webkonferencia körülbelül 3-4 órát tartana. És nem beszélve arról, hogy egy olyan témáról beszélünk, hogy figyelem zavar, és nem szeretnénk a figyelmet csak a lényegre fókuszálni. Csak a lényegre fókuszálni, és nyilván. Anélkül, hogy szétfolynánk a részletekben. Így van. Tehát mindig utalni fogok arra, hogy mit, hogyan, hol lehet megtalálni. Szóval a germán gyógytudomány atyát, dr. Rike Gerhármert látjuk itt egy fiatalabb kori képén, aki azt írta, hogy a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. Nem elegendő az egyik vagy a másik, mind a kettőre szükség van. Ez a csodálatos kolléga, aki nem csak orvos volt, hanem teológus, fizikus és fantasztikus feltaláló is egy személyben, fedezte fel számunkra azokat a természet törvényeket, amelyek alapján a biológiai lények működnek. És akkor ez azt jelenti, hogy nem csak az emberre, hanem az állatokra, a növényekre, sőt egysejtőekre is vonatkozik mindaz, amit Palmer doktor az 5 természet törvényben megfogalmazott. A természet törvények megfogalmazásához családi tragédia vezette el, ugyanis 19 éves fiát vesztette el Palmer doktor, akit itt látunk ezen a fólián, és az ő elvesztése után 2 hónappal neki komoly heredaganata lépett föl.
akkori tudásával a műtétben beleegyezett, semmilyen kemó vagy sugárkezelést nem vállalt, és hatalmas kínok, fájdalmak után meggyógyult, ahogy Hámer doktor szó szerint írta, pokolék kínok következtek. Amiután felépül a München melletti nőgyógyászati rákklinikán dolgozik, és megkérdezi a betegeket arról, hogy a daganat megjelenése előtt történt-e az ő életükben is valami váratlan, meglepetésszerű esemény, és minden esetben a válasz pozitív volt. Mind a 200 megkérdezett betegnél a daganat előtt történt valami. És nem mindegy, hogy mi történt és hogyan történt. A fiáról, Dirk Hammerről nevezte el a Dirk Hammer szindrómát, vagyis azokat a kritériumokat, azokat a feltételeket, amelyek meghatározzák azt, hogy elindul-e a szervezetünkben egy értelmes biológiai különprogram, EBK, vagy nem. Tehát jó lesz tudnunk rögtön az elején, hogy mi az, ami elindít bennünk egy programot, egy biológiai programot, és természetesen azt is, hogy mit tehetünk azért, hogy ezt minél hamarabb leállítsuk. Ugyanis minden olyan váratlan esemény, ami érzelmileg megrázott minket, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen érkezett, az, ha benne ragadunk ebben a félelemben, és magányosan éljük át, akkor ez a lelki megrázkodtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást fog elindítani minden esetben. Tehát a lélek-agy-szerv-tengely leírása egy paradigmaváltása a medicinában, egy teljesen más nézőpont abból a szempontból, hogy hogyan határozzuk meg a betegségek kialakulását. Nyilvánvaló, hogy lélek-agyszer szinten csak a lelki megrázkodtatások fognak hatni, és nem a táplálék hiány, a nem megfelelő táplálkozás, egyoldalú táplálkozás, a vitaminhiányok, nem a sugárzás, nem a kemoterápia, nem a balesetek és nem az orvosi műhibák. Ezek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe, de gondolom ez a meghatározásból, a DHS kritériumaiból már mindenki számára egyértelmű. Azt is tisztázunk el, hogy a magyar nyelv sajátossága lelki megrázkódtatásról beszélni. Az a nagybetűs lélek az nem rázkódik meg, az köszöni szépen, jól van. Ami megrázkódtatást okoz, az a félelem, ami elkap minket, és erre a félelemre a nagyokos agyunk fog egy gondolatot asszociálni, és a gondolat és az érzelem, a negatív érzelem, a félelem együttese, tehát mint egy pszichés megrázkodtatás fog az agy közvetítésével szervi elváltozást elindítani. És meg kell állnom itt, mert itt kellene megfogjuk az egész történetet, hogy a további 4 természettörvényt már meg se kelljen tanulni. Mert hogyha lezárnánk minden napunkat, de mondom minden napunkat békével, megbocsátással, megértéssel, elengedéssel, vagyis érzelmileg zárnánk le azt, ami ma megrázott minket, sőt, megkeresnénk abban a bizonyos rosszban, abban, ami nem úgy történt, ahogy elképzeltük, azt, hogy mi az a jó. És ha ezt megtalálnánk, és annak tudnánk örülni, és nem a negatív dolgok miatt maradnánk benne a konfliktusba, meg se tudnánk betegedni. Ezt nagyon tessenek megjegyezni, mert ez a legfontosabb, amit tudnunk kell, és ha valaki szeretne egészségesen élni hosszú életet, akkor legyen szíves, nem újjék el nap a haragjával, zárja le békével a napjait. A drámai, tehát a váratlan, a hirtelen, a súlyos félelmek mindig meg fognak jelenni bennünk, mert amikor a túlélésünk és a faj fenntartása veszélyeztetett, akkor kérem szépen ez egy biológiai félelemként jelenik meg bennünk. Vagyis értsük meg, hogy a biológiánk fél, és nem a lelkünk. És erre a félelemre egy biológiai választ fogunk kapni, de csak akkor, ha benne maradunk a konfliktusban. Ezért kéne lezárni a mai napot is békével. Ha benne maradunk, és az egészről nem beszélünk, nem osztjuk meg a fájdalmunkat, a problémánkat másokkal, nagyon lényeges tehát ennek a megértése, hogy itt kellene megfogni az egészet. Ugyanis a konfliktus pillanatában rögzülnek a sínek, vagyis azok a körülmények, amelyek között megéltük a konfliktust. És utána,
Ennek fogjuk köszönni a krónikus betegségeinket, de erre még majd a továbbiakban külön kitérek. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Nem örököljük a konfliktusokat, nem örököljük a betegségeket. Azt örököljük, kérem szépen, idézőjelben mondtam most, hogy örököljük, hogy a gyermek másolja a szülőt, a szülői mintát, és ő is ugyanúgy viselkedik, és ezért fogja ugyanazokat a betegséget előállítani, mi a szülőknek is megvan, ez teljesen természetes. És azt is tudni kell, hogy csak az az egyetlen valóság, tehát amit a beteg megél, és ezért van az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Csak ő tudja elmondani. Már minden nap van olyan telefonhívás, amikor valaki egy másik ember számára kér segítséget. És akkor rákérdezek, hogy meg tudja mondani, hogy az a beteg, az, akinek ő segítséget kér, mit élt meg akkor, amikor ilyen konfliktusa volt, hogy tudja jön, hogy milyen körülmények közt élte ezt meg, hát nem tudja, akkor hogy tud rajta segíteni? Tehát értsük meg, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. A gyermek viszont csak az anyán keresztül gyógyítható, addig, míg el nem éri legalább a 12 éves kort. Addig kérem szépen az anyai mintát másolja, a családi mintát másolja, tehát bent a családban kell rendet tenni. A pedagógusok nagyon jól tudják, hogy a gyermek egy tükör, meg látszik rajta, ha bemegy az osztályba, vagy az oviba, hogy valami nem stimmel otthon. Rögtön látszik a gyerek viselkedésén. Látszik azon, hogy mit tesz, hogy hogyan beszél, hogy hogyan gesztikulál, és egyáltalán. Szóval a lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy miként tudunk feltárni bizonyos félelmeket, és ezt hogyan tudjuk megoldani. A második természettörvényben Hammer doktor grafikusan ábrázolja azt, amit felfedezett, vagyis, hogy két szakaszban zajlik le egy ilyen túlélő program, idézőjelben mondtam, mert hivatalosan értelmes biológiai külön programról beszélünk. Ezek azért külön programok, mert különben nem indulnak el, csak ami benne ragadunk a konfliktusban. Tessenek szíves lenni a legfontosabb dolgot megjegyezni. Zárjuk le békével a napjainkat. Ha ez nem sikerült, akkor addig, amíg benne ülök abban a félelemben, addig a konfliktus aktív szakaszban maradok ebben a programban, ebben a biológiai programban. És ezt mindenki ismeri. Mindenki tudja, hogy milyen az, amikor feszült, ideges, nem tud elaludni, felébredt, ha elalszik, nincs étvágya, nem eszik, ketyeg a szíve, emelkedik a vérnyomása, stb. Stb. Amit egyetlen szóban úgy fogalmazunk meg, hogy stresszes az életem. Hány stressz van az életünkben, na, mert pontosan ilyen grafikon tudunk felállítani. Akkor tessenek elképzelni, hogy a magas vérnyomásnak, aminek nem ismeri a medicina az okát, ugye, ezért esszenciális a neve, ugye. Na most ennek egyetlen oka van, ez a stresszes életmód, amiben belevittek minket. De miért kell nekünk félelemben élnünk? Hát pontosan azért, hogy manipulálni tudjanak, és ennek a manipulációnak a hatásait azt ma már mindenki, aki felébredt, aki nem csak a vezető médiákat nézi, hanem egyéb híreket és hírforrásokat is megnéz, az tudja, hogy mi az igazság, tudja, hogy miről szól az a hangulat, amit jelenleg is keltenek. Részletekben nem akarok belemenni. A KM a konfliktus megoldásának a pillanatát jelenti, ami vagy azt jelenti, hogy én tényleg érzelmileg lezártam azt, amiben benne voltam, és ez a valódi megoldás, mert ugye akkor eltűnnek a sínek, és nem fog ismétlődni a program, vagy megváltoztak a körülmények, feloldották a határzárt, lehet utazni, feloldották a karantént, ki lehet menni, kérem szépen, eltörlik a maszkviselést, végre mosolyoghatunk egymásra, stb. Stb. Rengeteg ember konfliktusként éli meg ezt a megváltozott helyzetet, amiben minket belenyomorítottak, beleszorítottak, és ez a megoldás következtében biza biológiai tüneteket fog okozni, pontosan a megoldáskor, vagyis amikor beáll a gyógyulás. Az MK a megoldást követő szakaszt jelenti, látjuk, ez három részből áll, az exudatív fázis pirossal, az epileptoid krízis kékkel, és a hegesedési fázis ismét pirossal. Nos, az exudatív fázist is mindenki ismeri, mert ilyenkor jelentkeznek a gyulladás tünetei, rubor, tumor, kalor, dolor, funkció, léza, ahogy ezt már a törzshallgatók ismerik, és a duzzanat,
ugye a tumor duzzanatot jelent, a rubor az, hogy piros, a tálor az, hogy meleg, a dolor az, hogy fájdalom lép fel, és funkció lézen, hogy nem működik úgy, ahogyan kéne az adott testrészem. Szóval, amikor a gyulladás tünetei megjelenik, akkor a fejfájás is megjelenik, mert a hámeri gócban is megjelenik az ödéma. Minden lélek, agy, szerv szinten zajlik le, ezt ne felejtsük el. És ekkor futunk orvoshoz, és hogyha itt olyan gyógyszereket adnak mondjuk egy ízületi fájdalomra, ami visszatesz engem a konfliktus aktív szakaszba, és ezek a szteroid gyógyszerek, akkor természetesen, hogy nem fogok meggyógyulni, de élvezhetem a szteroidoknak a 16 féle mellékhatását. A programnak a lezárását, illetve a fájdalmat, azt lehet csillapítani. A fájdalomról két webkonferencia előadás is szól, illetve a terápiáról. Terápia a germán gyógytudományban. Erről van két előadás, tessenek megnézni, akit érdekel, természetesen nem kötelező. A lényeg, hogyha eljutottunk az epileptoid krízisbe, akkor a tüneteink fölerősödnek. Itt fognak jelentkezni a legsúlyosabb mozgászavarok, itt jelenik meg a teljes abszansz egy elválasztási konfliktus során, itt jelennek meg a görcsök, itt jelennek meg a szívizom infarktusra, vagy éppen a szívleállásra utaló tünetek, a tüdőembólia, a mélyvénás trombózis, a mindenféle görcsök. Szóval ez vajon kitől és mitől függ, hogy mennyire fogunk itt szenvedni? Megint visszatérek az elejére. Nem újjék el nap a te haragoddal. Csak hogy vegyük észre, hogy mennyire fontos rögtön a dolgokat leállítani. És hogyha hosszú ideig benne vagyunk egy konfliktus aktív szakaszba, egy függő konfliktus aktivitásba, és végre megoldódik a program, akkor kérem, ez az epileptoid krízisre lehet végzetes is. Úgyhogy jó lenne ezekkel a dolgokkal idejében tisztában lenni, és nem kéne a szívmegállástól rettegni, hanem attól kellene rettegni, hogy miért ülök én rettegésben, miért ülök én félelemben, miért nem tudok azon változtatni, hogy ne féljek, hanem éljek. Az hegesedési fázisban már megjön mindenkinek az étvágya. Már a hangulata is jó, de rettenetesen fáradtnak érzi magát. A kifacsart mosogatórongy szindróma, kérem. Ez az a helyzet, amikor a betegek nagy része feladja. Mert annyira, de annyira gyenge, és természetesen még kiszolgáltatottnak is érzi a helyzetét, akkor már nem akarja, hogy nyűg legyen a családjának a nyakán. Én úgy gondolom, hogy bárki, akinek ilyen nagyon, de nagyon nagy gyengeséggel küzd, és vannak a környezetében emberek, akik szívből, lélekből segítik, azok azért teszik, mert szeretik. Jó lenne megérteni, hogy csak azok az emberek segítenek nekünk, akik szeretnek minket. Lehetnek olyanok is, akik számításból segítenek, de ez most ebben a pillanatban teljesen mindegy. A lényeg az, ha van segítség, akkor könnyebben fogunk túlvészelni a hegesedési fázist, és utána látjuk, minden visszaáll a helyére. Folytatódik minden tovább, de ne feledjük, hogy a szöveti szinten már nem ugyanazt a képet fogjuk kapni, mint ami volt a DHS előtti ábra. A második természet törvény, ha megnézzük a CT képen, akkor a konfliktus aktív szakaszban látjuk a baloldali képen a körkörös gyűrűket, mint egy céltáblán, és a megoldást követő fázisban pedig látjuk az ödémásodott hámeri gócokat, egyet jobb oldalon, másikat pedig bal oldalt alul. Nem megyek CT-képek elemzésébe, mert nem ez szükséges az önök gyógyulásához és megértéséhez. Ez szakmai része a germán gyógytudománynak, és nem a laikus embereknek kell CT-képet elemezni. A harmadik természettörvény az az egyetfejlődésről szól, vagyis Hammer doktor visszalapozotta egészen oda, hogy is alakul ki az emberi szervezet. Hát egy megtermékenyített petesejből. Azért ülünk itt mindannyian, mert életünk első versenyét mi nyertük meg. Úgy 40-50 millióan versenyeztünk. Akkor már is megveregethetnénk a vállunkat, hogy az életünk legfontosabb versenyét megnyertük, akkor most mitől félünk? Attól félünk, hogy nem ismerjük, hogy hogyan működünk, és attól félünk, mert a biológiai álomvilágban élünk.
Szóval az egyetfejlődés vagy embriológia adja meg azokat az alapokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megértsük, hogy a testünk hogyan működik. De nem csak a mi testünk, mondom, az állatoknak a teste is ugyanilyen programok alapján működik. Sejtekből vagyunk mindannyian felépítve, egyezünk meg, és amíg ezek a sejtek működnek, addig nincsen probléma. A sejtek szaporításával, vagy a sejtek sorvasztásával, vagy a működés módosításával vagyunk képesek a túlélést biztosítani. Ezek nem véletlenszerűen történnek meg. Az agytörzsi és kisagyi programok mindig sejtszaporítással indulnak, és a megoldásban természetesen helyreáll a szám, mert a felesleges sejteket lebontjuk gyulladásos folyamatok következtében. Gondolom, ez mindenkinek egyszerű és logikus. Ha a dolog fordítva indul az agyvelő vagy agykéreg által irányított programokban, akkor természetesen, hogy a sorvadás után, a megoldás követő szakaszban vissza fogjuk építeni a hiányzó sejteket. Gondolom, ebben sincs semmi fantasztikus, ez is teljesen természetes és logikus. Ha pedig működést fékeztünk, gátoltunk a konfliktus aktív szakaszban, és erre az agykéreg képes, akkor kérem, a működést fogjuk helyreállítani. Nem tudom, jelentez-e valamilyen problémát valakinek, hogy ezt megértse? Szerintem egy ötödikes diák is ezzel teljesen egyet tud érteni. Na most, ha visszalapozunk az embriológiában, akkor itt látjuk baloldalt azt a keresztmetszeti képet, ami már azután jön létre, hogy a megtermékenyített petesejt elkezdett osztódni, és ugye létrejön egy szederhez hasonló állapot, sejttömeg, ez a szedercsíra állapot, majd ezek a sejtek differenciálódnak szakszóval, vagyis átrendeződnek, amint látjuk, három csíra lemezbe, és ezt Hammer doktor sárga, narancs és piros színekkel jelölte. A sárgával jelzett sejtek, látjuk, hogy ott belül vannak ezek a belső csíralemez sejtjei, és ebből azok a sejtjeink fognak kialakulni, amelyek a saját túlélésünket biztosítják. És mi kell a túlélésünkhöz? Kérem szépen, levegő, víz, táplálék, fény és hang. És látjuk a középső képen, ugyanúgy sárgával jelölve az agytörzset, ő az, aki ezeket a sejteket egy életen át irányítja. A sárgával jelzett endodermális sejtekhez csatlakozik a narancssárga sejteknek egy része, amint látjuk, a másik része a pirossal jelzett ektodermális sejtekhez csatlakozik. Nos, azok a sejtek, amelyek a középső csíralemezből származnak, és amint látjuk a baloldali képen, az endodermális sejtekhez csatlakoznak, nos, ezek a kisagy vezérlése alatt vannak, és ez a támadás, bemocskoltság és túlzásba vitt aggódás vagy veszekedés, ez pont a fordítottja az aggódásnak, ugye? Tehát ezek a konfliktusok fogják elindítani ezeknek a sejteknek a szaporodását. Amiről beszélek, ezekről mind-mind külön webkonferenciák vannak, tehát falat konfliktusról, vélt vagy valós támadásokról, mert ne feledjük, hogy a valóság, az álom és az illúzió ugyanazt jelenti az nagy okos agyunk számára. Tehát ha csak félek attól, hogy megtámadnak, akkor is elindítom a sejtek szaporulatát az írhában, vagy a burkokban, vagy éppenséggel az aggódás miatt a mell tejtermelő mirigyeinek a felszaporításával. A másik narancssal jelzett sejtsor, látjuk, hogy a piros ektodermális sejtekhez csatlakozik, ez viszont már az agyvelő irányítja, és ez az önleértékeléssel kapcsolatos félelmeinket, érzéseinket fogja venni. Mondjam úgy, hogy a telefonközpont az agyvelőben van. Itt vannak azok a relék, azok az idegi központok, amelyek pontosan ezekre a rezgésekre, érzésekre fogják a konfliktus aktív szakaszban létrehozni azt a képet, amit az előbb a CT-képen kivetítettem. Mi az az önleértékelés? Hát az egy önpusztítás. Az egy önpusztítás nem csak lelki szinten, de sejtszinten is. Tehát itt sorvasztani fogjuk a sejtjeinket, mégpedig többnyire a mozgással kapcsolatos sejtek, csontizület, izom, kötőszövet, zsírszövet, ezért látunk a középső narancssárga nyíl után egy csontvázat abban a babában, és ide tartozik még nyilván a szívizomzat, a mellékvesekéreg,
Ide tartozik még a ivarmirigyeknek a hormontermelő része, és a lép is. Nos, a piros színnel jelzett sejtek, külső sejtek, látjuk, azok kívül vannak, ektoderma, külső csiralemez, és a piros baba azt szimbolizálja, hogy ebből alakul ki a külső bőrünk, vagyis a bőrünknek a legfelszínesebb része, amit hát mindenki láthat. Nyilván ez a réteg választ el minket a külvilágtól, a többiektől, és az elválasztási konfliktusok itt fognak szervi választ elindítani. Mi az, hogy elválasztási konfliktus? Hát az, amikor nagyon szeretném, hogy valaki közel legyen hozzám, vagy nagyon nem szeretném. Akárhogy is érzem, mindig a bőrfelszín lesz érintett, erről is van külön webkonferencia, de erről az elválasztási konfliktusról ma még szó esik. Az agykéreg a birtok konfliktusokat is irányítja, és a birtok konfliktusokról is lesz szó még a mai nap. A jobb felsőképpen pontosan azt látjuk, amikor bizonyos birtok konfliktusok becsapódnak az agykéregbe, de ezt majd a következőkben részletezem. Itt most csak az egyszerű megértés szintjén szeretném összefoglalni azokat a konfliktus típusokat, amelyek minket megbetegítenek. Tehát az agytörzs vezérli a falat konfliktusokat, amikor valamit meg kell kapnom ahhoz, hogy túléljek, és ugye az agyamnak valóság, álom, illúzió ugyanaz, ugye nem felejtettük el. Tehát nem csak a vacsoráról van szó, vagy éppenséggel a fagyiról van szó, amit meg szeretnék kapni, hanem minden falat, amit én úgy fordítok le, hogy ez kell nekem. A magány, az egzisztenciális konfliktus vízvisszatartást fog okozni, és ezeket a külön programokat a táblázatnak a bal oldalán a sárga színnel jelzett oszlopban fogjuk megtalálni, az alján pedig a símaizmukra vonatkozó programokat, amit mondtam, ezt az agytörzs irányítja. A narancssárga oszlop felső részén vannak a kisagy által vezérelt programjaink, támadási konfliktusok, ahova a bemocskoltság is tartozik, és a gondozási konfliktus, tehát meldaganatról, vélt és valós támadásokról, természetesen a bőr összefoglalójában is benne lesz az írha is, tehát akármelyik előadást nézzük meg, információkat kapunk arról, hogy mit is jelent ez. A narancssárga oszlop alsó fele, az viszont az agyvelő vagy fehér állomány szürke magvai által irányított programok, amint említettem, az önleértékelés, ami önpusztítást jelent. A piros oszlop az agykéreg által vezérelt értelmes biológiai különprogramokat tartalmazza, birtok és elválasztási konfliktusok, illetve ott a vastagabb piros vonal alatt a működés változással járó túlélő programjaink. Ne feledjük, hogy ez a táblázat távirati stílusban, egy-egy szűk mondatban utal arra, hogy mi lehet a konfliktus, leírja, hogy mi történik konfliktus aktív és megoldási szakaszban, de egy-egy programra kitérően részletes, nagyon részletes magyarázatot kapunk, ha a vonatkozó webkonferencia anyagot megnézzük ingyen. A negyedik természettörvényben Hammer doktor 87-ben leírja, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok azok a mi barátaink. Ezeknek szerepük van a szervezetünkben. Ne feledjük el, hogy 10-szer annyi baktérium van a szervezetünkben, mint ahány sejtünk van. Nem a baktériumokat kéne kiirtani a szervezetünkből, mert akkor nem élnénk. Nem a gombákat kell kiirtani, és nem a vírusokat kell kiirtani, hanem tudnunk kell azt, hogy ezeknek a száma mindig a konfliktus aktív szakaszban szaporodik fel, pontosan azért, hogy a megoldásban, az exudatív fázisban elegendő számú gombabaktérium, baktérium vagy vírus álljon rendelkezésre, hogy lebontsuk a felesleges sejteket, illetve visszaépítsük azokat, amelyek hiányoznak. Én azt hiszem, hogy ez egy teljesen egyszerű, logikus, érthető rendszer. Vagyis, ha túl sokáig ültem a konfliktus aktív szakaszban, akkor túl nagy mennyiségben jelennek meg a segítőink is. És a medicina kinevezi őket a kór okozóknak, a betegség okozójának, és adunk antibiotikumot,
és gyakorlatilag az antibiotikumnak is van egy ugyanolyan hatása, mint az összes többi gyógyszernek, hogy visszatesz engem a szimpatikus idegrendszer túlsúlyába. Ugyanis, ha a gyógyszereket osztályozunk, akkor vagy a szimpatikus idegrendszert stimulálják, fokozzák, vagy a paraszimpatikus idegrendszert hatását fokozzák, vagyis a vagotóniát. Ennyire egyszerű ez az egész, de tessenek megnézni a terápiáról szóló webkonferencia előadásokat. Ami a nagy érdekesség, hogy éppen az idén május 29-i cikkben olvasom, mert azért követem az akadémikus medicina újdonságait is, tehát megjelenik ez a cikk, hogy 1000 mintát megvizsgálva Izraelben rájöttek arra, hogy az összes rákfajtában jelen vannak a mikróbák. Te jó Isten! Hammer doktor ezt már 1987-ben leírta. Na de itt most nem az a lényeg, hogy Hammer doktort elismerjék, mert látjuk a címet, új rákterápia jöhet, nem jöhet, biztos, hogy jön, és még mindig nem a kiváltó okokkal fogunk foglalkozni, hanem a baktériumokat fogjuk megpróbálni kiírtani a szervezetünkből, csak felhívom a figyelmet, és lehet, hogy ezt is biológiai terápiának fogják nevezni, mert hát így jobban el tudják majd fogadtatni az emberekkel. A krónikus betegségek okára mutat rá ez a fólia, és szóltam már a bevezetőben az elején, hogy a sineknek köszönhetjük. Miért? Mert nem oldottuk fel érzelmileg a konfliktust. Nyilván, ha fel se oldottuk, még mindig a konfliktus aktív szakaszban vagyok, akkor vagy túlzásba viszem a sejtépítést, vagy a sejtlebontást, vagy blokkolva marad egy működés, és mondjuk cukorbeteg maradok. A policiklikus lefolyásnál azt láthatjuk, hogy a program mindig kifut, de mindig újra elindul. Vajon miért? Mert nincs megoldva érzelmileg, és ha sínre kerülök, akkor újra kifuttatom a programot. Ilyenkor ritkán jönnek a sínek, de akkor is lesz recidíva. Ha valakinek volt egy meldaganata mondjuk, és ugye nem tanult belőle semmit sem, mert az aggódást az ezután is nagyon de durván meg fogja élni, és fog csinálni még egy meldaganatot. Ugye annak függvényében, hogy anyagyerek vagy partner oldalról beszélünk, eldől, hogy a jobb vagy a bal mell lesz érintett. Lásd meldaganatokról szóló előadás. A függő gyógyulás viszont az, ami teljesen kikészíti a biológiánkat, hiszen látjuk, hogy a gyógyulási szakasz az, ami elakad. Újra meg újra megszakítja a gyógyulási szakaszt egy-egy rövid sín, vagy egy-egy újabb konfliktus. És az a probléma, hogy ilyenkor a szöveti szerkezete az adott résznek, hát hogy mondjam, teljesen átalakul. És megmaradt természetesen a fájdalom. Az ötödik természettörvény pedig, hát mindenki fölfedezheti magának, ha kinéz az ablakon, és megfigyeli az élő világot. Mert minden, ami él, az élni akar. Remélem ezzel mindenki egyetért, vagyis minden élőlénynek a túlélés és a faj fenntartása a biológiai programja. És akkor megértjük az első természettörvényt, hogyha ebben élünk meg valamilyen félelmet, akkor természetesen, hogy indul a biológiai túlélő program, annak függvényében, hogy én hogyan éltem meg az adott konfliktust. Mindig ez fogja eldönteni, hogy milyen túlélő programot fogok elindítani. Hammer doktor tézisait rengetegen megismerték, több fórumon igazolták, de mégis egy egyetemi igazolás kell ahhoz, hogy a tudományos világ valamit elfogadjon. Hiába kötelezte a bíróság az egyetemet, ahol Hammer doktor végzett, arra, hogy végezze el Hammer doktor téziseinek a felülvizsgálatát, az egyetem azt válaszolta, hogy nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, nincs szándékában felülvizsgálni Hammer doktor téziseit. Vajon miért? Azért pontosan, mert nem tudják megcáfolni. A Nagyszombati Egyetem viszont igazolta, ez se úgy indult ez a vizsgálat, hogy na most akkor igazoljuk Hammer doktor téziseit, de annyira egyértelmű volt minden, de minden eset történet feltárása, és a leleteknek a magyarázata, hogy nem tudták megtagadni az igazolás kiadását.
Ez 98. szeptember 11-én történt. Ha legalább akkortól bevezették volna ezt a gondolkodást, vajon hol tartanánk most? A germán gyógytudomány ismeretében ajánlom mindenkinek a következő sémát követni, a következő stratégiát. Főleg, amikor viselkedésváltozásról beszélünk, mert a viselkedésből meg tudjuk fejteni a konstellált állapotot. Nyilvánvaló, akinek van némi alapfogalma arról, hogy mi az, hogy konstelláció. És engedd meg még mielőtt a konstellációra rátérnem, hogy azok számára, akik ebben a témában szeretnének mélyebbre ásni és mélyebb ismereteket szerezni, erre szeretném ajánlani a második könyvedet, ami az idén jelent meg, és nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom ennek a könyvnek az olvasását. Hogyan tudjuk a germán gyógytudomány ismeretében, mondjuk az ADHD esetében magát, a helyzetet kialakítani? Én azt ajánlom, hogy a weblapon levő birtokkonfliktusokról szóló előadást nézzék meg, és ott a konstellációkat kifejtem. Természetesen azok számára, akik a könyvhöz nem tudnak még hozzájutni. A konstellált állapotból fel fogjuk tárni a konfliktusokat, és hogyha már tudom, hogy mi a konfliktus, akkor fogok rákérdezni a történtekre, és segítünk a megoldásban. Tehát nagyon lényeges stratégiai kérdésről van itt szó. Mert ha ismerem, hogy a viselkedés mögött milyen konstellált állapot áll fent, esetleg milyen pszichózisról, milyen viselkedésváltozásról beszélünk, akkor a konfliktusok ismerete alapján már tudom, hogy mit kell megoldanom. Tudom, hogy miben tudok segíteni. Nos, a konstelláció azt jelenti, röviden, hogy ha megnézzük az agyi térképet, akár az agytörzsi első kép, akár a kisagyi második kép, akár a fehérállományi harmadik kép, akár az agykérgi szinten negyedik kép, akkor mindig azt látjuk, hogy az agyi képlet két oldalán, jobb és bal oldalon egy-egy csillaggal megjelölt hámeri góc van, vagyis egymással szemben elhelyezkedő és párhuzamosan zajló értelmes biológiai különprogramokról beszélünk. Ez a viselkedés változás és a túlélés szolgálja, ezt akár a spontán bűnözésről szóló webkonferencia anyagban is mindenki felfedezheti, és pszichózis csak akkor lép fel, ha mind a két góc aktív. A skizofrénia vagy tudathasadás az az állapot lesz, amikor a két agyfélteke már nem ugyanabban az ütemben gondolkodik. De látni fogjuk, hogy van megoldás. Ezen a képen próbáltam ábrázolni, hogy a továbbiakban majd tudjuk, hogy hol tartunk, hogyha a koponya alappal párhuzamos síkú CT-képet készítünk, akkor a baloldali képen, piros színben látjuk azt a képet, ami az agykérgi reléket ábrázolja, fent látjuk a fehérállományú reléket, lent pedig, ha oldalról tekintjük az agyat és Hammer doktor színeit használva, láthatjuk azt a részét az agykéregnek, ahova a motoros konfliktusok, vagyis a mozgással kapcsolatos konfliktusok csapódnak be, és mögötte piros színnel pedig a kültakaró séma szerint működő, vagyis az elválasztási konfliktusokkal kapcsolatos agykérgi területet fogjuk látni. Két relé nem véletlenül van egymás mellett, és látni fogjuk, hogy ezek hogyan hatnak egymásra. Na most az agykérgi relékben a birtokzónákat emeltem ki ezen a középső képen, és jobb oldalt fent pedig ott van a teljes agykérgi térkép. A birtokzóna az, ami az oldalsó részeket foglalja el. A homloklebenyben az 1-es, 2-es számmal jelzett relék ugye a jövőtől való félelmet fogják. A 13, 14, 15, 16, vagyis a nyakszirti lebenyben azok a múltból érkező félelmeink és a látóközpontba csapódnak, tehát a látászavara van valakinek, akkor nézzem meg a szem, GNM szemmel című előadást, és amik itt vannak, itt látjuk azokat a reléket, amelyek tehát a birtokzónához tartoznak. A birtokzónához tartozó
konfliktusaink teljesen másképpen működnek, mint az agy többi részén becsapódó konfliktusok. Röviden és tömören baloldalt látjuk a női birtok konfliktusoknak a reléit, hogy mit jelent, hogy női birtok, azt tessenek a birtok konfliktusokról szóló előadásban megnézni. Tehát a rémület félelemnek látjuk fönt a két reléjét, az egyik kérem szépen a felső az izom relé, a gége izmokat irányítja, az alatta levő pedig a gége nyálkahártyáját irányítja. Alatta találjuk a szexuális konfliktusnak a relejét, amiben a meg nem termékenyítettség konfliktusa is becsapódik, és ebből a reléből szervi szinten fog megjelenni a mély száj seb, ami ha hosszú ideig fennmarad, azt mély nyakráknak fogják nevezni, illetve a tüdő embólia alakul ki az epileptoid krízisben, a megoldásban, ha ezt a konfliktust nem oldjuk föl idejében. Alatta látjuk az identitás konfliktust, ami szervi szinten a végbél nyálkahártyáját érinti, mégpedig annak a felső részét és sorvadást fog okozni, mert ugye piros zónáról beszélek, hogy így beszéljek, és ez nem a határátlépésre utaló piros zóna, hanem arról szól, hogy agykérgi szinten beszélgetünk, és csak egy kicsit aktualizáltam a piros színhez kapcsolódó fogalmakat. Szóval ez azt jelenti, hogy aranyér fog megjelenni a megoldási szakaszban, ha az identitás konfliktust megéljük, és hát az identitásról némi szót majd fogunk ejteni, azok a történetek, amelyek abban zavarnak minket, amiről van egy meggyőződésem, hogy én ki vagyok, hová tartozom, és amikor ezt megkérdőjelezik, az már egy identitás konfliktus lesz, vagy nem tudom eldönteni én magam, hogy hova tartozom. A terület kijelölési konfliktus látjuk, mind a nőies, mind a férfias birtokzónában jelen van, ez is nagyon lényeges. Ez mindig a hólyag nyálkahártyáját fogja érinteni, többnyire, nyilván a húcső nyálkahártyája is beletartozik, minél erősebb a terület kijelölési konfliktusom, annál mélyebben, annál lentebb fog ez megjelenni. Szóval a vizeléssel kapcsolatos biológiai programokról szóló előadást, ha megnézzük, akkor megértjük az éjszakai bevizelésnek is a történetét, tehát hólyagot érint. Átértünk a férfias birtokzónára, és a terület kijelölés fölött látjuk a bosszankodás konfliktust, ennek a mai nap nagyon nagy szerepe lesz, és ez mindig a biológiám számára egy megemészthetetlen bosszúságként jelenik meg, tehát ahhoz, hogy én ezt megemészem, fogok kapni emésztő enzimeket, hogy meg tudjam oldani egy csomó hasnyálmirigy enzimet, epe váladékot, vagy ha éppen még rágódok is rajta, akkor el kell férjen a gyomromba ez a megemészhetetlen bosszúság, és akkor ki fogom alakítani a gyomorfekét. A birtok vesztés konfliktus a legsúlyosabb konfliktus egy férfi számára, mert ez azt jelenti, hogy elvesztette azt, ami fölött ő úgymond rendelkezett. Ezek mind csak a mi fejünkben, a mi meggyőződésünk az, hogy valami hozzám tartozik, vagy valamire nekem hatásom lehet. Valójában semmit nem birtokolhatunk, üres kézzel jöttünk, és úgy is fogunk elmenni. Jó lenne ennek tudatában lenni, és nem elindítani birtokvesztés konfliktus miatt olyan súlyos biológiai programot, ami már a koszorúér artériákat érinti, angina pectorisban jelentkezik, és ha nem oldom meg idejében, szívmegállás lesz a vége. Tessenek megnézni a szívről szóló biológiai programokat. A birtok féltésnek is két reléje van, amint látjuk, a felső az izomrelé, az a hörgőknek a sima izomzatát érinti, míg a birtok féltés nyálkahártya reléje az a hörgőknek a nyálkahártyáját érinti, mert féltem az anyámat, vagy anyaként féltem a gyermekemet, mert azt hiszem, hogy az az enyém, és féltem, hogy ja Istenem, mi lesz vele. Tehát a félelem mindegyik mögött nézzük meg, a félelem az Úr, és ezért kellene megtanulnunk félelmek nélkül élni, és rádöbbenni arra, hogy minden, amitre én birtokként néztem, az csak eszköz az utamon, hogy célba érjek. A konstellált állapotok nyilvánvalóan akkor fognak létrejönni, amikor mind a jobb oldalt, mind pedig a bal oldalt van egy-egy feloldatlan konfliktusom. A
birtokzónába a konfliktusoknak a becsapódási sorrendjét meghatározza azt, hogy milyen kezű az illető, hogy férfi-e vagy nő, és az, hogy hányadik konfliktusról beszélünk. Ezt megint nem szeretném most részletezni, mert ez egy külön előadás anyaga, és akkor nem marad időnk és figyelmünk és energiánk arra, hogy megértsük, hogy mi is ez az ADHD tünetcsoport. Azt szeretném a kedves hallgató felé közvetíteni, hogy mi is az ADHD tünetei. Mit is jelentenek ezek, és szeretnélek arra meghívni Karesz, hogy fordítsd le ezt nekünk, hogy mit jelent, mitől alakul ki. Az ADHD szindróma tünetei maga a figyelemzavar. A gyereknek rövid ideig köthető le a figyelme, és nagyon könnyen bármi elterelheti azt. A koncentrációs képessége ilyen kicsi, és a kortársainál alacsonyabb szintű. Az elkezdett tevékenységet gyakran nem fejezi be, vagy azért, mert nem is emlékszik rá, hogy ezt elkezdte, vagy mert annyira szétszórt, hogy a megkezdett tevékenység később már nem is annyira érdekes, mint amiért ezt félbeszakította. A figyelési és összpontosítási készsége nő, ha hosszan figyelemben részesül. Ha viszont nem kapja meg a figyelmet, mindent elkövet azért, hogy megszerezze. Bohóckodik, zaklat, ingerel, akár másra vagy önmagára nézve veszélyes mutatványokat is produkál. Vannak bizonyos fokú tanulási zavarok is. Mivel az ADHD szindróma komorbiditása, vagyis más betegséggel való együttes megjelenése erős, főként a diszkalkúliával, számolási nehézséggel, diszlexiával, olvasási tanulási nehézségekkel, nem minden ADHD szindrómával élő gyerekre jellemző. Tehát van olyan ADHD-s gyerek, akinek vannak számolási, tanulási, olvasási nehézségei, míg más ADHD-s gyerekeknél ez nem jelenik meg. Ha ezeket a tüneteket a germán gyógytudomány szerint megvizsgáljuk, akkor rádöbbenünk arra, hogy itt elválasztási konfliktusokról van szó, amelyek sínen maradtak és nem lettek feloldva. A fel nem oldott elválasztási konfliktusokban mind a memória, mind a figyelem beszűkül. A jelenlét a pillanatban ezért fontos a gyerek számára, és ezért próbálja magára felhívni a figyelmet. Eddig gyerekekről beszéltünk, de a bevezetőben mondtam, hogy felnőttekre is jellemző. Szeretném elmondani a felnőtteknél megfigyelt tüneteket, és arra kérlek, hogy ugyanígy, ahogyan a gyerekeknél lefordítottad, mondd el, hogy ez mitől alakul ki. A felnőtteknek az ADHD-s tünetei azok, hogy a részletek fölött elsiklanak, és gondatlanságból követnek el hibát, például a munkahelyen feladatvégzéskor, vagy játékos elfoglaltságok esetén nagyon nehéz a figyelem fenntartása. Az illető nem figyel, amikor közvetlenül hozzábeszélnek. Az utasításokat nem követi, és nem tudja befejezni a munkát. Nem képes nyugodtan szabadidős tevékenységeket folytatni. Kerüli, nem szereti, vagy vonakodik az olyan munkától, amely lankadatlan mentális erőkifejtést igényel. Nem képes dolgokat és cselekvéseket megszervezni. Olyan dolgok elvesztése, amelyek feladatok, tevékenységek elvégzéséhez szükségesek. Napi szinten és a napi feladatokban is feledékeny. Miért van ez? Hát szintén az elválasztási konfliktusokról van szó, és ha látjuk itt a Hámeri iránytűt jobb oldalon, akkor a konfliktus aktív szakaszban az emlékezet kiesés fog föllépni, majd az epileptoid krízisben az absence. Nézzük meg az elválasztási konfliktusokról szóló előadást, hogy ezt megértsük, hogy már pedig a biológiában ennek nagy szerepe van a túlélésben, emlékeztettek mindenkit arra a kis birkára, aki a birka mamától elszakadt, és mi az, ami az elválasztási konfliktusban a túlélést szolgálja. De ami minket érint ebben az egészben, az emlékezet kiesés. Nyilván a felhám érzéketlensége is fellép, mint szervi szinten, de amikor ezt az egészet nem csak egy oldalon, tehát nem csak anya-gyerek, hanem partner oldalon is megéltem, akkor teljesen egyértelmű, hogy a válaszok kimondása megtörténik egy felnőtt részéről, mikor még a kérdést ki sem mondták neki, mert fél, hogy elfelejti, mire a másik eljut a mondandója végére. Ennyire beszűkült a rövidtávú memóriája. Persze, emögött még vannak egyéb
dolgok is, és hát nem minden fekete és fehér, tehát itt vannak majd összjátékok, de ezt meg fogjuk érteni a következőkben. Menjünk még egy szintet lejjebb, boncoljuk ki ezt a problémát. A hiperaktivitás esetén, mondjuk egy gyerek esetében, igen, a gyerek folyton mocorog, ugrál, szaladgál, felmászik valahová, vagy veszélyes mutatványokat végez el. Később, amikor a szocializációs sémákat elsajátítja, és megpróbál egy helyben maradni, kényszeres mozgásokkal csillapítja a nyugtalanságát, ilyen például a lábrázás vagy a fészkelődés. Felnőttek esetében a kéz és a láb izeg mozog, vagy ficegés ülés közben. Az ülőhely elhagyása olyan helyzetekben, amikor muszáj ülni, mert úgy érzi, hogy neki mennie kell, mint hogy egy belső motor vezérli. Hogyan magyarázható ez a germánygyógytudomány fényében? Nyilvánvaló, hogy itt egy vagy több mozgással kapcsolatos konfliktusról van szó, ami ilyenkor sínre kerül. A konfliktus aktív szakaszban mindenki el tudja végezni a szükséges mozdulatokat. Itt arról van szó, hogy el tudja végezni. Nem az a helyzet áll fenn, hogy félelmében meg sem mozdul. Tehát el tudja végezni konfliktus aktív szakaszban a mozdulatokat, és ha sínre kerül, újra meg újra elvégzi a szükséges mozdulatokat, legyen az egy apához kötött konfliktus, mikor megjelenik az apja, már beindul. Epileptoid krízisben viszont erős késztetést érez a mozdulatok elvégzésére. Például a meneküljünk innen konfliktusban, nézzük csak meg, meneküljünk innen. Mi van ebben benne? Benne van a mozgás, benne van az elválasztási konfliktus, de még a menekültségi konfliktus is benne van, ami nyilvánvaló, hogy már egy következő problémát okoz. Konstellált állapotban, tehát amikor megéltem én ezt a menjünk innen konfliktust, mind anyagyerek, mind partner oldalon, akkor a mozgás fölötti önkontroll fog elveszni. Ezt a fóliát emlékeztetőképpen hozom be, igaz, egy kicsit átszerkesztve, mert lássuk a különbséget az epilepszia és az ADHD között. Mert ADHD esetén a mozgásban megért konfliktusok és az elválasztási konfliktusoknak külön-külön DHS az elindítója. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy megértsük, amikor viszont elválasztási konfliktus is kapcsolódik az adott mozgás konfliktushoz, vagyis együtt éli meg ezeket, az elválasztást és a mozdulatot, akkor epilepszia lesz az eredménye, lásd epilepsziáról szóló előadás, a gyermek akkor éjjel rángatózik álmában, sőt, be is pisil. És nem azért, mert dupla területjelölési konfliktusa van, hanem azért, mert álmában epilepsziás konfliktusa kerül megoldásba, és az epileptoid krízisben ez megtörténik. Ha megfigyeljük azért, az ábrázolásban a legalsó képen egy nagy csillagot tettem a kék és a piros mezőre, nem véletlenül. Mert ugye azt mondtam, hogy a konfliktusokat ő együtt élte meg. Viszont az ADHD esetén, amikor nincs epilepszia, akkor természetes, hogy különböző konfliktusok jönnek-mennek az érzékelőrelében, és természetesen akkor nem fog kialakulni az epilepszia. De ha egy ADHD-s gyereknél epilepszia van, akkor azt jelenti, hogy a két konfliktus egyidejű, a mozdulat és az elválasztás. További tünetek az akaratosság és a makacság. Ez gyerekeknél azt jelenti, hogy mindent azonnal akar. Nem tud várni, nem tud belátni dolgokat, gyakran ellop dolgokat, vagy akár erőszakkal is elsajátíthatják a kívánt játékot a társaitól, ha azok nem úgy játszanak, ahogyan az ő elképzelései szerint való. Gyakoriak a beilleszkedési és érzelmi akadályok, nem tud alkalmazkodni, néha zsarnokoskodik, főleg a nálánál kisebbekkel, vagy gyengébbnek vélt társakkal, nagyon gyakran felnőttekkel is. Nem hajlandó semmilyen elvárást, kérést teljesíteni, mert nem is akar megfelelni, vagy mert tényleg elfelejtette. A beilleszkedés és érzelmi akadályok egyik mozgatórugója, hogy soha nem tanul a hibáiból, sem a büntetésből, tehát gyakorlatilag ezzel a módszerrel nem jutunk semmilyen eredményre. Gyerekre és felnőttre is jellemző az, hogy érzelmileg nagyon kiegyensúlyozatlan, hangulatfüggő, és nagyon független, vagy nagyon ragaszkodó, tehát a két extrém irány képviseli, vagy csüng a
szüleim, vagy a társaim, vagy pedig teljesen elzárkózik tőlük. Jellemző a túlfűtöttség is, vagy nagyon szeret, és ilyen nagy szeretet hullámokat mutat, vagy nagy a hisztéria, de ugyanúgy a depresszió, a zárkózottság és a befelé fordulás is jellemző. Hogy van ez? Hát mindez az agresszív konstelláció miatt van, amit a fel nem oldott bosszankodás és identitás konfliktus hoz létre. Emlékeztetőül a bosszankodás és rágódás 12 biológiai következményéről van egy összefoglaló, már 36 ezeren megnézték, aki még nem látta, jó lesz, ha megnézi. Mert megoldásról is van szó az előadásban. Folytatom. Tehát a bosszankodás és identitás konfliktus együttesen létrehozza az agresszív konstellációt, természetesen akkor, ha az identitás konfliktus kerül sínre, vagyis ha a baloldali női oldalon az identitás konfliktusnak a becsapódása kerül sínre, akkor azt jelenti, hogy lezár a nőies birtokzóna, és a férfias fog dominálni, és ezért lesz mániás, ezért lesz agresszív a viselkedése az illetőnek. Az természetesen nem megyek részletekbe, hogy itten a kezűség meghatározza, hogy melyik oldalra milyen konfliktus csapódik be, mert ugye tudjuk, hogy balkezesnek az ellenkező oldalra csapódik be a konfliktusa, tehát egy balkezesnek a bosszankodása csapódik be az identitásba, és nála a bosszankodás fogja kiváltani magát az egész agresszív viselkedés, de ezek apró részletek, amelyek azért fontosak annak, aki ezzel foglalkozik, de ha tudom, hogy identitáskonfliktus és bosszankodás az, ami egy agresszív konstellációt létrehoz, akkor kérem szépen kerüljük a nyomógombokat, illetve oldjuk fel a konfliktust. Például, ha egy gyerekre, ugye egy megváltozott viselkedésű gyerekre mindenki teszi a megjegyzéseit. Ez a gyereket sérti az identitásában, és azzal kellene őt megnyugtatni, hogy te nem vagy beteg, hanem más vagy, mint a többi, vagy éppen mondjuk az, hogy különleges. Erre még büszke is lesz, és innentől ki fog békülni azzal, hogy ő más, mint a többi, és nem fogják zavarni mások megjegyzései. Ez csak egy javaslat addig, míg a gyerek nem jut el abba a tudatállapotba, hogy ezt fel tudja oldani. De ne feledjük, ha az apja meg az anyja minden nap veszekszik otthon, vagy olyan környezetben van, ahol a vita, a veszekedés, a bosszankodás napi téma, akkor ne csodálkozunk azon, hogy a gyerek is ugyanígy fog viselkedni. A bosszankodással kapcsolatban egy 2010. április 20-ai Medical Online cikket szeretnék mindenkinek a figyelmébe ajánlani, ahol az azonnali jutalom gyógyszerként hat a figyelmem zavaros gyerekekre címmel azt olvashatjuk, hogy egy vizsgálatot indítottak el, amelyben a gyerekeket, az ADHD-val diagnosztizált gyerekeket figyelték meg. A vizsgálat lényege az volt, hogy a gyerekek egy videójátékkal játszottak, és akkor, amikor nem bosszantó vagy kirívó viselkedést produkáltak a játékokban, akkor pluszpontokat kaptak. Ez megjelenik a Biológiai Pszichiátria című szaklapban is, ahol azt állapították meg, én itt azért látom a párhuzamot, azért is mentem ebbe a témába ilyen részleteibe bele, hogy akkor, amikor a gyereknek a bosszankodása megszűnik, mert jutalomban részesül és dicséretben, ugye itt a bosszankodás és az identitás konfliktus is egyaránt játszik, azoknak a gyerekeknek változott a viselkedésük. Itt két csoportra voltak osztva a gyerekek, voltak olyanok, akik stimulálószereket szedtek, metilfenidátot kaptak, itt hormonális összefüggéseket is kerestek, és mások pedig nem. A jutalomban részesült gyerekek pedig az EEG teszt alapján javulást mutattak. Vagyis abban a pillanatban, amikor a gyerek nem érte meg konfliktusként, nem bosszankodott azon, hogy ő most nem kapott pontot, és nem lett az identitásra megzavarva, hiszen egy gyereknek a videójátékkal való játszás az a legközpontibb kérdés, akkor pozitív változásokat vettek észre. Ha ezt én laikus fejjel próbálom magyarázni, akkor, amikor a figyelem a gyerekre összpontosult, és a bosszankodását és az identitását békén hagyták, akkor javulást mutatott, ha pedig nem, akkor a helyzet a különböző stimulások ellenére sem változott. Ezért lényeges a példamutatás, ha gyerekekről beszélünk.
És akkor az önkontrollról is beszéljünk egy kicsit, hiszen ezzel is problémák vannak, illetve a viselkedés szabályozásával jellemző a krónikus pontatlanság és a csekély időérzékelés. Vajon miért van ez így? Hát ez a lebegő konstelláció, amit a fel nem oldott rémületfélelem és birtokfétés tart fent. Tehát ha elmegyünk egy olyan családba, ahol hát repülőcsészeajaktól kell félrehúzzuk a fejünket, akkor nyilvánvaló, hogy ez rémülettel tölti el a gyereket, és egyben mondjuk félti az édesanyját, mert agresszív magatartás van a családon belül. És már is megvan a lebegő konstelláció, és innentől fog hiányozni a valóság racionális felismerése. Gyermekként nem ismeri fel, hogy amit tesz, az mennyire veszélyes. A felnőtteknél többek között a felesleges kockázatvállalásban nyilvánul ez meg, ez a konstelláció felelőtlen döntésekben, és nyilván a sínek fogják eldönteni azt, hogy valaki mániás vagy depresszív. Ne felejtsük, hogy itt csak a nyálkahártya relék érintettek, ezek a relék a levegő szabályozó reléi, de lássuk be, hogy amikor a kettő együtt érintett, akkor onnantól kezdve a lebegő konstelláció fog kialakulni. Karesz, azt is mondják az ADHD tünet együttes egyik tünetének, hogy megjelenik a mértéktelen beszéd, hogy az ADHD-s ember vagy gyerek félbeszakít vagy zaklat másokat. Ez miért van? Hát ez két magyarázata is van, illetve bizonyítéka, hogy így mondjam, mert Hammer doktor leírta azokat a konstellált állapotokat, amelyek erről szólnak. A mitomán konstellált állapot, látjuk a baloldali képen, az a, még mindig ott van ugye az identitás, konfliktus és a birtokféltés. Vagyis már olyan konfliktusokról beszélünk, amit már ez a gyerek megélt, csak most kombinálódnak a konstellációk. Ugye a fenti szakaszban volt a lebegő konstelláció, az identitás konfliktus magasságában volt az agresszív konstelláció. És ha most keresztbe történik meg ennek a két félelemnek a megjelenése, hát akkor bőbeszédű lesz az illető, akár gyerek, akár felnőtt. Ez az a felnőtt, aki bejön és elkezd mondani mindent, és mondja, és mondja, és mondja, és egyszerűen nem lehet félbeszakítani. De ha még megalomán, vagyis mind anyagyerek, mind partner oldalról megérte az önleértékelést, akkor biológiailag ezt úgy tudja túlélni, hogy ő magát kiemeli, mondja, ahogy Hammer doktor ír, a saját hajánál fogva húzza ki ebből a dupla önleértékelésből, és ez lesz az az ember, aki mindenkinél mindent jobban tud, és ezt természetesen bizonyítéként mindig beleszól a többieknek a dolgába, nem csak azért, mert mitomán, hanem azért is, mert megalomán, de hogy még egy kicsit tovább is van, mondja még, attól is fél, hogy elfelejti, amit mondani akar, mert ugye ott van az elválasztási konfliktus is. És már is három tényező az, ami befolyásolja azt, hogy ő miért szól bele másoknak a dolgába, miért türelmetlen, miért félbeszakít, és a többi, és a többi. Hát most már nem merek megszólalni, nem túl sokat beszéljek. Nem szakítlak félbe, nyugodtan folytasd. Karesz, engem megdöbbent az, hogy minden eddigi mondatra, ami a tünet együttest jellemezte, akadémikus forrásból származnak, és mindegyikre volt megoldás. Szeretném ezt... magyarázat. Hát magyarázat és gyermekgyógy abból... tudomány szerint, és megoldás is, és a praktikum embere vagyok, hogy a megoldásra összpontosítok. Kicsit tartok is attól, amit szeretnék tőled kérdezni, de a nézők, hallgató kedvéért megteszem. Te képviseled a hallgatóságot. Az ADHD-val kapcsolatban gyakran más problémák is társulnak. Jöjjön. És szeretném ezeket felsorolni, és hogyha bármilyen magyarázatot tudsz mondani a germán gyógytudomány tükrében, hogy miért van ez a probléma, miért is jelenik meg, miért társul ez a szindrómához, vagy programhoz, zavarhoz, nevezzük bárminek az ADHD-t, akkor nagyon kérlek, hogy ezt tudasd velünk. Azt tudjuk az ADHD-s emberről, hogy nagyon könnyen kerül felzaklatott állapotba, nyugtalannak vagy, nagyon gyakran álmatlannak is érzi magát. Hát ez benne van a második természettörvényben. A konfliktus aktív fázisra jellemző dolgokról beszélsz,
és ha túl sok programon fut, ami konfliktus aktív szakaszban van, akkor ez teljesen normális lesz, hogy nyugtalan, hogy álmatlan és zaklatott ideg állapotban van. Szeretném egy csokorba szedni a tüneteket, hogy a figyelmünket erre fókuszáljuk, ne legyünk szétszórtak. Szóval az ADHD-s nagyon nehezen tudja kivárni, hogy rákerüljön a sor, és türelmetlen. Igen, amikor mániás, akkor természetesen, amikor depresszív, akkor nem. Gyenge a memóriája. Ez nyilvánvaló az elválasztási konfliktusok sinen maradása miatt alakul ki, de ha megoldja a konfliktusát, akkor minden rendben lesz. A feladatok elvégzésére fordított energia igen kevés? Hát hogy a fenében ne lenne kevés az energiája, hiszen tudjuk jól, hogy a konfliktus aktív fázisban az lemerít minket, és az energia tartalékunkat felemészti a túl sok konfliktus aktív szakaszban levő program. Ne feledjük, csak kitérésként mondom, hogy a daganatos betegnél a kahexia, tehát a lefogyás nem a daganata miatt van, hanem a túl sok félelme az, ami lefogyasztja a beteget. Nehézségek adódnak például az érzelmek és a motivációk szabályozásával. Hát azért nem tud szabályozni, mert billeg a mérleg. Tehát mindig hol mániás, hol depresszív, attól függ, hogy milyen körülmények között van. Könnyen unatkozik, ez mitől van? Hát ilyenkor van depresszív állapotban, és ilyenkor pontosan a fordítottja annak, amiről az elén beszéltünk, hogy türelmetlen, hogy nehezen tudja kivárni, hogy rákerüljön a sor. Most éppen depresszív állapotban van. Alacsony az önbecsülése. Hát önleértékelés, kérem szépen, és természetesen erre mindig fog visszajelzést kapni a környezetből, mert ő az, aki kilóg a sorból. És ezt újra meg újra megéli, hogy ő nem olyan, mint a többi. Szorongás, depresszió, hangulatváltozások? Ezek itt is mind a sínek határozzák meg, nincs ebben semmi rendkívüli. Emiatt vannak az elhelyezkedési nehézségei is például mondjuk egy ADHD-s felnőttnek? Nem csak elhelyezkedési nehézségei lesznek, hanem problémái lesznek az emberi kapcsolatokban is, mert ilyen konstellációkkal ez szerintem nem csoda. Akkor talán ez lehet a magyarázat a szerhasználatra is ilyen esetekben, de a szegényes időgazdálkodás? Hát ezek is az előbbieknek a következményei. Most hát, ha csak beleélem magam egy fél percre, ennyi konfliktus összességében én nem is tudom, hogy ezt hogy lehet kibírni. Szóval ez hogy a természet ezt így megoldotta, hogy ennek ellenére, és hát azért vannak még nagyon komoly konfliktusokkal küzdő emberek, levelek tömkelege áll tele ilyen helyzetekkel, kérem szépen, van megoldás, mindjárt arra is rátérünk. A tünetek besorolásával vagy felsorolásával ugyanis azt láthattuk, hogy mindegyiknek megvan a maga konkrét oka, bármilyen legyen is a tünet szintje, akár mérsékelt, akár súlyos, akár ciklikusan előtörő, mindegyiknek valamilyen konfliktus áll a hátterében. Egy kicsit a diagnózisról, hogyha beszélnék. Hát az úgynevezett diagnózisról szeretnék beszélni, mert ugye nem betegségről beszélünk, hanem egy viselkedés változásról, tehát ezért tettem idézőjelbe a diagnózist. Tehát ennek felállításához, vagyis annak megértéséhez, hogy mi is húzódik meg az észlelt tünetek mögött, így helyesebb, ugye? A testi kivizsgálás mellett szükséges, hogy az egyén beszámoljon a tüneteiről, mert ugye a tünetekből jutottunk el oda, hogy meghatároztuk, hogy mik a félelmek, beszéljen a kudarc élményeiről, a gyerekkoráról, a felnőtt koráról, és szükséges azért olyan emberekkel való beszélgetés is, akik nagyon közelről ismerik ezt az egyént. Itt jönnek ugye a testvérek, a szülők, a házastársa, barátok, hogy azért más oldalról is kapjunk információt az illetőről. A gyerekkori ADHD-szindróma okát az újszülött által elszenvedett konfliktusokban kell keresni. De hozzáteszem, hogy az anyaméhen belül is megél a gyerek konfliktusokat, lásd a terhességi pszichózisról szóló webkonferencia anyagot és a más tudentem méhen hatását. Ne feledjük, hogy mindenki számára a saját megélése az egyetlen valóság, ugye ez volt az első törvény után a következő dia. Ez egy nagyon lényeges kérdés, mert a gyermek érzi azt a feszültséget, azt a félelmet, ami az anyában van, ő természetesen az anyához kötődik, tehát az anya
a lelki állapotát mindenképp rendbe kell hozza ahhoz, hogy a gyermekének segíteni tudjon visszatérni a normális, konvencionális viselkedéshez. Gondolom ezzel egyetértek. Abszolút. A gyermeknek fokozatosan nagy a szeretetigénye. Igen, mert miért? Mert félelemben él szerencsétlen, és így próbál több figyelmet és szeretetet kapni, vagy ezzel vonja magára a figyelmet, mert például féltékeny egy újszülött kis testvér miatt. Ilyen történetet is ismerünk. És a háttérben állnak olyan meg nem emésztett események, ugye bosszankodások, amelyeknek az érzelmi megrázkódtatásai, a traumák, a félelmek, amelyekhez, bocsánat, de egy megfelelő terapeuta szükséges, hogy ezeket feloldja. Nyilván olyan terapeutáról beszélek, aki ismeri a germán gyógytudományt. Az ADHD szindrómát nagy óvatossággal és körültekintéssel kellene kezelni, hiszen számos egyéb betegség tünetei is hasonlóak, mint például különböző tápanyaghiányból eredő betegségek, mérgezések, esetenként paraziták, vagy akár más neurológiai, mentális, pszichés problémák is hasonlíthatnak az ADHD szindróma tüneteire, okozhatnak ilyen reakciókat. Tehát nagyon sokszínű a kép, és jó lenne tisztázni tehát azt, hogy miről beszélünk. Az ADHD szindrómának az akadémikus orvosi kezeléséről csak azt említeném meg, hogy az orvosi protokollban az ADHD szindrómában élők számára serkentő, tehát stimulálószert, és antidepresszáns készítményeket is adnak. Szóval hideget is, meleget is. És vannak mindenféle hatóanyagok, a kereskedelmi gyógyszernevet direkt nem említem, de csak néhányat, amfetamin, dextroamfetamin, metilfenidát és egyéb ilyen szerek van, ami nem használt a depresszióban, adják az ADHD-ra, szóval nehogy kárba menjen a kutatás. Nem mondom, hogy meg gyógyszerről van szó. Sajnálatos módon az egyes gyógyszerek mellékhatásaként ott szerepel, hogy hiperaktivitást okoz. Hát adok hiperaktivitásra egy olyan szert, ami hiperaktivitást okoz? Hú! A felvilágosítás célja, mert ugye a kezelés ezzel kéne kezdődjön, a valódi kezelés a felvilágosítással, ennek a célja az, hogy ismertessük a tünetek mögött álló konfliktusokat, konstellált állapotokat, tudják a szülők, a pedagógusok, hogy valóban mivel kéne foglalkozni. Mit tudunk mondani a szülőtréningről? Hát szeretnénk megoldásokat is nyújtani, ez a webkonferencia lényege. A szülői tréningről annyit kell tudni, hogy ennek a célja a szülők a mindennapok során jelentkező jellegzetes nehézségek kezelésére, segítésére eszközt kapjanak, ezáltal a szülő-gyermek kapcsolat javuljon, a gyermek viselkedése rendezettebbé, rendszerezettebbé váljon. Első lépésként a tréning során a szülők megtanulják felismerni az ismételten problémát okozó helyzeteket, majd tanácsokat kapnak hatékonynak bizonyult kommunikációs technikákat illetően, ilyen például a szemkontaktus felvétele a gyerekkel, egyszerűen pozitívan megfogalmazott kérések használata, a pozitív és negatív következményekkel járó viselkedés technikák használatának átadása. Amennyiben ez csoportos formában történik, van egy másik haszna is, hogy a szülők megtapasztalják, hogy a nehézségeik nem egyediek, nem specifikusak, mások is vannak így, rengeteget tanulhatnak egymás sikereiből és beszámolóiból. De nem csak a szülőkkel kellene foglalkozni, hanem a pedagógusokkal is. A viselkedés terápiák alkalmazása például az óvodában és az iskolákban hatékonynak bizonyultak az ADHD kezelésében. Ezt egy 1997-ben Dupal és Eckert tanulmány írja le. A pedagógus tréning formájában lehet egyedi, egyéni konzultáció, illetve csoportos foglalkozás. Mindkettőnek az a célja, hogy eszközt nyújtson az ADHD diagnózisú gyermekek pedagógusainak az óvodában, az iskolában felmerülő nehezen kezelhető szituációkra. Ezáltal erősíti a tanár-gyermek együttműködést a gyermek óvodai, iskolai viselkedésének, illetve teljesítményének javulására. Ez a tréning például segíti a pedagógusoknak felismerni az ADHD-ból fakadó tüneteket, például ha egy gyerek nem bír a helyén ülve maradni, közbevágni előtt a tanár befejezni a kérdést, nagyon gyakran rosszaságnak, gonoszságnak
titulálták ezeket a helyzeteket. Tanácsokat kap a pedagógus például a gyerek kezeléséhez. Banális példa, hogy üljenek az első padokban az ADHD diagnózisú gyerekek, a tanórát szakítsák meg egy kis testmozgásos időszakokkal, legyen egy kicsit aktívabb a tanóra, fogalmazzanak meg pozitívan megfogalmazott kérdéseket, és irányítsák a gyerekeket e felé, megtanít pozitív és negatív következményekkel járó viselkedés technikák használatára. Tehát így a szülő a pedagógussal együtt ugyanabban az irányba viszi a gyerek viselkedését tud változtatni. Vannak viselkedés terápiás technikák, ezek úgy a szülő, mint a pedagógus bevonásával történnek. Célja ennek a terápiának az, hogy a kívánatos viselkedést megerősítsék. Ezek zömében kondicionálás alapú terápiák, erről Johnson és Lung 2001-ben, vagy Berkeley és munkatársai 2001-ben alkottak egy fantasztikus tanulmányt, de meg kell említenem Greg Nondot, és 2003-ban munkatársaival ezzel a témával foglalkozott, és megállapították, hogy a terápia módja a problémák elsősorban a meghatározás. Hát igen, mi jelent gondot? Ezek közül kiválasztani a megváltoztatandó viselkedéseket. Ezt ők a lehetséges jutalmak és büntetések címszava alatt látták. A büntetés gyakorlatilag a jutalom megvonása. Ez lehet egy egyszerű piros pont, egy dicséret, bármilyen tárgyi vagy morális haszon, amit a gyerek a pozitív viselkedés megerősítéséért kap. Nyilván, amikor ezt nem teljesíti, akkor a büntetés maga az, hogy ez a jutalom, ez most nem kerül megadásra, vagyis megvonják ezt a jutalmat tőle. Azt írják le, hogy a terápia során a gyermekek a kiválasztott helyes viselkedést konzekvens, tehát tervezett, határozott és céltudatos pozitív megerősítésével történik, mondjuk jutalmazással. Lehet ez bármilyen banális is, de ennek a folyamatnak a fenntartása gyakorlatilag rávezeti a gyerek pozitív viselkedésének megerősítését, és így rögzül a kívánatos viselkedés. De vannak kognitív viselkedésterápiás technikák is, például a 7 évesnél idősebb figyelemzavaros, illetve impulzív tüneteket mutató gyerekek esetében már foglalkozhatunk az önmegfigyelés alkalmazásával, vagy a motivált terápiával. Ezt Pelham és Warsburg 1999-ben publikálta, ez is egy nagyon érdekes tanulmány, vagy Grenados és munkatársai 2003-ban figyelte azt, hogy a 7 évesnél idősebb gyerek már be tud számolni a saját viselkedésének a megfigyeléséről. Ennek a célja az, hogy a gyereket megtanítsuk arra, hogy a problémát okozó helyzeteket ő maga felismerje, tehát egy picit ilyen önmonitorizálást jelent, alternatív megoldásokat keres a helyzetek megoldására, tehát a gyereknek ne legyen az az egyetlen egy helyzetből való kilépési technikája, hogy feláll és abba hagyja, hanem mondjuk a kitartáson neveli őket. A szülők, illetve a pedagógusok bevonása a terápiában mindkét kutatási vonal nagyon hangsúlyozza, hogy megtanítsuk a helyes viselkedés pozitív megerősítésére. Így segít a gyereknek az önmegfigyelés végrehajtásában, illetve abban, hogy a kívánatos viselkedés meg tudjon szilárdulni. Ez azt jelenti, akárhogy is vesszük, akár a viselkedésterápiást, akár a kognitív viselkedésterápiás technikákat figyeljük meg, minden egyes esetben a gyerek nem egyedül marad a problémájával, be van vonva a szülő, a pedagógus, vagyis azok a felnőttek, akik őt szerető, támogató közegként körülveszik, és a gyerek igényeire, problémáira, tüneteire fókuszálva próbálnak segítséget nyújtani. Személyre szabottan. Mindegyik, amit elmondtam, egy olyan emberbarát megközelítés, amely nem a tünetek elnyomásával, hanem a viselkedés tudatos befolyásolásával foglalkozik. Azt gondolom, hogy ezek azok az irányvonalak, amelyek összeegyeztethetőek lehetnek a gyermekgyógytudománnyal. Te hogy látod ezt? Én is azt látom, hogy mindegyik fent említett terápia segítségnyújtás alapja a viselkedés változást kiváltó konfliktusoknak a megismerése. És ha megismertem a konfliktusokat és az amögött
húzódó félelmeket, akkor nyilvánvaló, hogy már tudom, hogy mivel kell foglalkozzak, és akkor tudatosan azzal foglalkozom, germán gyógytudomány szerint, hogy a megismert viselkedés változást fenntartom, konfliktusokat megoldjuk. Persze természetesen más a helyzet korosztályonként, és nyilván más a helyzet egy felnőttnél. De van egy fantasztikus megoldás mindenki számára, és ez a My Studenten Méhen. És ugye felhívom a figyelmet mindig, hogy a My Studenten Méhen a gyakorlatban című előadásban pontosan elmondjuk, hogy ez a dallam mit tud, mit is csinál. A konfliktus aktív szakaszban, amint látjuk itt az ábrán, letranszformálja a konfliktus tömeget. És ez azt jelenti, hogy a megoldási szakaszban már nem fogunk szenvedni a gyógyulási tünetektől, hogy egészen laikusan fogalmazzak. Ez a letranszformálás a kérgi, kortikális programokra vonatkozik. Viszont hogyha a középső vagy belső csirralemez programjairól beszélünk, ott satúféket nyom a konfliktus aktív fázisba, vagyis nem folytatódik a sejtépítés vagy a sejtlebontás, hanem ott biológiailag az megáll. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Ne feledjük, hogy nem oldja meg helyettünk a konfliktust, de beleszól a biológiába, és időt ad arra, hogy mi a konfliktust megoldjuk. Az optikai sínek azok ugye felfüggesztik a dallam hatását, tehát ha valaki hallgatja a dallamot és nem lát semmi eredményt, akkor azt jelenti, hogy az optikai sínek nincs tisztázva még a konfliktusa se, azt se tudja miért hallgatja, csak hallotta, hogy ez egy gyógyító dallam és hallgatja. Már ha ennyit megtesz valaki, már nagyon jó, mert még a növényekre meg az állatokra is hat. Az egyik konzultáción az édesanyja azt mondta, hogy a gyermeke úgy nevezi ezt a dallamot, hogy a Jézuska énekel neki. Tehát fogjuk föl, hogy valami döbbenetes dologról van szó. És ő maga kéri a zenét. És ő maga kéri a zenét. A gyerek kéri a zenét, mert jobban érzi magát. Nincs benne félelem. 10 mágikus hatásról beszélünk ebben a webkonferencia anyagban. Tessenek megnézni. Az első hatás pontosan az, hogy leállítja a pánikot, a félelmet. A megoldási szakaszban, ha vagyunk, és akkor kezdjük el hallgatni ezt a dallamot, akkor segít optimalizálni a gyógyulási szakaszt, tehát átolja az exudatív fázist az epileptoid krízisen át a hegesedési fázisba, és legrövidebb idő alatt a programot kifuttatja. De hát itt is az optikai sínek el tudják akasztani a gyógyulást, és akkor marad a függő gyógyulás természetesen. Nagyon, de nagyon lényeges lenne, hogy mindenki az eredeti dallamot hallgassa, és aki ezt kéri, tudják már jól, azt levélben megkapja. Tehát nem itt kérem beírni a webkonferencián, hogy kérem a dallamot, hanem a weblapon keresztül írunk egy levelet, odafigyelünk az e-mail címünk helyességére, és lehetőleg a freemail és citromail címeket cseréljük ki nagyobb kapacitással működő levelezési fiókra. Például a gmailre. Például a gmailre, vagy vannak még mások. És ahogy ezt Réka is említette, még eddig így nem mutattam be webkonferencián, de most szükségét éreztem annak, hogy szóljak, hogy van egy alapmű, ahol a pszichózisok és viselkedés változások össze lettek foglalva. Hammer doktor születésnapján 2020. május 17-én mutattuk be ezt a könyvet, igaz online, de nagyon sokan megismerték, és előadásokat tartottunk egy napon keresztül, nem csak a könyv anyagából, hanem még egyéb előadások is kiegészítették ezt a könyvbemutatót. Az alapokat, a részleteket a szakemberek is itt megismerik, tehát legyen szó gyógypedagógusról, vagy bárki, aki gyerekekkel foglalkozik. Tudnia kell, hogy a viselkedés változások mögött mi zajlik valójában. Az Ez van kiadónak a portálján lehet pillanatnyilag megrendelni, az új weblapon pedig a weblapon keresztül lehet majd ide eljutni, és lehet a könyvet megrendelni. A germán gyógytudomány úgy gondolom, hogy ma is bebizonyította, hogy alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. Mert rámutat arra, hogy nem azoktól a tényezőktől függ a betegségünk, amiről
a mai medicina beszél, hanem a fel nem oldott konfliktusoknak a számától, hogy ez konfliktusaktív vagy megoldási szakaszban van, vagy éppenséggel sinen vagyok, vagy éppen nyugalmi szakaszban. A konfliktusokat pedig, ha halmozzuk, látjuk, akkor kialakulnak a konstellált állapotok, a viselkedés változások, a személyiségzavarok és a hangulati változások. A feloldott konfliktus az egyetlen valós megoldás arra, hogy kimásszunk a viselkedés változásokból is, és mint mondtam, a más studentem még ebben nagyon, de nagyon segít, már azáltal is, hogy ezeket a billegéseket kiegyensúlyozza. Nézzük meg a terhességi pszichózisról szóló előadást, ahol a pszichotikus anyuka mást nem csinál, csak hallgatta a dallamot, és lám milyen hatással volt, fájdalommentesen szült. Szóval a részleteket tessenek a vonatkozó előadásokban megismerni. Itt egy valós tudományról beszélünk, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető, és ez nem mondható el a mai medicináról. A reprodukálhatóság az, ami a tudományosságnak az ismérve. Legyünk szívesek ezt megérteni, hogy még senkinek, de senkinek nem sikerült tudományosan megcáfolnia mindazt, amit Hammer doktor elmondott. Nem kellenek ide statisztikák ahhoz, hogy megfigyeljem, hogy minden, ami él, az élni akar. Ehhez nem kell állatkísérleteket végezni. Egészen egyszerűen az öt természettörvényt kéne megismerjük, de leginkább azt, hogy zárjuk le érzelmileg azt, amit érzelmileg megéltünk, vagy szenvedhetünk tovább okosan, vagy mondjam úgy, hogy tudományosan. És még mielőtt a fórumra rátérnénk, nagyon sokan hallgatnak bennünket olyanok keres, akik elhivatottan keresik a megoldást az esetleges problémákra, nagyon sok gyógypedagógus, pszichológus, orvos vesz részt ezen a webkonferencián. Hadd ajánljak én is egyetlen egy könyvet ezzel a témával kapcsolatban. Ez az egyik számomra leghasznosabbnak bizonyult könyv, nem egy friss kiadás, és egészen véletlenül ezt a könyvet nem propagálták gyógyszergyártók, tehát ezért ismerem ezt ajánlani, mert helyjel, közel, akadémikus szemléletben is viszonylag reális leírást találunk. Ezt Paul H. Wender, Paul H. Wender írta, 1987-ben került ez a könyv kiadásra, tehát akkor még igazából gyerekcipőben járt ez a történet helyel közel a 2020-hoz képest. Igen. Mindenképp. Ennek a harmadik bővített kiadását az Oxfordi Egyetem gondozásában jelent meg. Ha pontosan fordítok, akkor a Hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt a címe. Ezt 1993-ban adták ki az első magyar fordítást. A második kiadást javaslom, ami 97-es, a magyar könyv címe a Hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt, figyelem zavar egy egész életen át. Ezt remélem nem fog termék megjelenítésként hatni. Ezt a Medicina könyvkiadó 1997-ben adta ki, tehát a könyv címe a Hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt, figyelem zavar egy egész életen át, Paul H. Wender kiadása, ez az Oxfordi Egyetem gondozásában jelent meg. Fontos azt is tudni, hogy az ADHD-ról való olvasgatás és keresgélés, akár szakemberként, akár laikusként közelítjük a témát, rengeteg olyan forrást is találunk, amelyet különböző gyógyszeripari multinacionális cégek finanszíroznak. Legyünk arra figyelmesek, hogy aki fizet, az diktál. És szeretném, hogyha tudnánk, hogy rengeteg propaganda eszközt is találunk a különböző dokumentumokban. Ha szaksegítséget szeretnénk adni, akkor legyünk arra figyelmesek, hogy ne egy újabb reklámfogásnak dőljünk be, hanem keressük meg azokat a forrásokat, ahol nem csak felsoroljuk a tüneteket, hogy ez is, meg ez is, meg ez is ide tartozik, hanem megértjük a tünetek mögötti valós okot, és nem csak megértjük, hanem ki is tudjuk ebből vezetni a hozzánk segítségért fordulót, legyen az gyerek vagy felnőtt.
hogy hogyan lehet a valós okokat megtalálni. Ezzel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ebben a fórumban is lehet kérdezni.